Sziasztok fiúk, lányok, üdvözlök mindenkit! Transport Fever, folytatjuk, ahol abba hagytuk. Harmadik résznél járunk, igen, de még csak a második, tehát a mission második küldetés, és nem pont itt hagytuk abba. Ugye kész lett az első része, hogy majdnem azt mondom, hogy 1000 ember, de nem csak 100-at kellett leszállítani. Ugye a két város között, meg itt beindítottunk valami termelést, így van. Ugye innen vittünk logot, innen a deszkát vittük a gyárba, itt vittünk acélt, vagyis szenet meg vasat, és onnan az acélt át oda. Jó van, oké. Jó, nos, akkor hogy állnak az útvonalak? Szerintem ez a 8-ason kívül mind nyereséges. Gyorsan nézzük már át. Jól tegyem. Mindegy, ide teszem. Majd úgyis becsukom. 8-as, még ez a narancssárga. Az ott van. Ja, ő viszi át a vasat a... Aha. Igen, itt is van 3 kocsi. Hát nem sok, 388 dollárra mínuszos csak, tehát igazából nem vészes. Ugye rövid távon van és 3 kocsi mozog, ezért valószínűleg néha-néha az egyik üresen megy. Simán előfordulhat. Na de nem számít. Legfeljebb át kéne tenni egyet erre a hosszú útra. Hát... Ja, akár a pirosra, meg akár a lilára is áttehetnénk. Vagy hagyjuk ott, és akkor... Jó, innen ennek megmondom, hogy menjen át a... Oké. Ugye a piros az vasat hol. Vasat? Melyik a piros? Igen. Nem, az izét hoz. Az hozza a deszkát. Jól van. Amikor a deszkát hordja... Jó, mindegy, nem, ez az apróság nem számít. Jól van. Koncentráljunk a következő feladatokra. Azért mondom, tram, itt 3-at is, de van a több ezt. Várható-e Civilization 5 vagy 6? Nem, nincs meg semmelyik. Nincsenek meg a játékok. Hol így nem. Na, azt mondja, hogy itt van ugye észak, kelet és dél Pittsburgh. Ezeket a kerületeket is be kell vonni. Valamit kell csinálni velük pont. Ó, ha érteném a nagyját. Menjünk sorba. Kelet. Thomas Edison is entertaining sinister plans to publicly discredit Westinghouse's alternating current system. According to the rumors, a certain Harold Brown is mondja, Christian közben experiments in his secret laboratory somewhere in Pittsburgh. Mindegy, belepofázok ebbe a narrátorba, úgyse érti. Én legalábbis nem értem. A vonalak nevét írd át arra, amit szállít. Ja, mondjuk igen, abból könnyebb. Igen, tehát úgy könnyebb megjegyezni. Vagy kapásból vágom, nem azt mondom, hogy sárga, kék, meg zöld, hanem mondjuk ugye a világos kék, ugye ez viszi a szenet, és akkor ezt átírom a szénre. Szerintem ékezetet nem tud, de tud, nem már, esküszöl. Ja, király. Mindegy, amúgy, hogy átírom, vagy nem. De jó, igen, lehet tudom. Nos, azt mondja, hogy
Igen, szóval kövessem. Harold Brown laboratory. Supposedly gathered around Dr. Brown, who was killing stray dogs with alternating current in order to prove its dangerous nature. Most stray dogs are said to be found in Southside. Dear, mi mindig követni kell. Hol az? Hol lesz? Valahol lenni kéne. Még szerintem a másik... Ott van. Pont mondanak, hogy a másik város itt nem lesz, de itt van. Van, itt meg felugrott egy. The only thing that can help is an act of sabotage. His laboratory must be destroyed. It is said to be located on the northern bank of the river. Üdvözlök mindenkit, aki most jött, sziasztok! No, és akkor... De mi van? Romboljuk le a laboratórium. Menni fognak. Ugye? Destroyer, igen. Akkor lerombol. 3000. Állatkísérleteket csinált ez a Dr. Brown szerint. Nem igazán vette jó néven a környék. Jó, akkor a keleti kész is. Jönjünk ide a délire. Mehettem most sorba. Na mindegy, most már. Mit akar a déli? Large parts of the population still fear electricity. We must convince these people electricity that electricity is no threat. Micsoda elektromos város. Providing them with a new mode of transport that will delight them all. Derbusz péntek, Csaba. Patrik, szia. Na mi van? Electricity. A problémád? Van valami azt mondja, hogy transport people electric mi? Acélkocsi? Ja nem, ez tri streetcar, elektromos utcai autó. Aha. Ez hogy? What? Ebben a városban szállít csak 100 embert. Ez más, ez a város igényei. Igen, ugye. Kellene. Ez az. Mire van szükség? Munka van. Nem számít. Vasút. Azt mondja, hogy Bruce. Nagy busz és. Igen. De nem ez kell. Nem depó. De ugye. Igen. Tram depó. Azt mondja, hogy hogy kéne csinálni egy járatot. Adjál már. Új. Vagy nem. Először is. Itt a város szélén jó. Nem? Kezdjük úgy. Így van. Ez egy módosító eszköz. És ugye itt van a tramway, tehát a Vasút, a Willinger. Jó, mata. Igen, igen, Willingert kell csinálnom, vágom. Rem. Hát akkor az utat át kell állítom. Azon filózok, hogy igen, nagyjából, hogy kellene egy körjáratot csinálni ebbe a város. Innen indulna. Ezen a rész. Kezdjük is el. Jön be fel a városba a villanyos. A villanyos. A sárga villanyos. Igen. Mondjuk eljön idáig. Mi lenne, itt menne egy karimát. Ja, az úgy jó is lesz. Királyságos. Igen.
itt mehet vissza. Vonjuk be ezt a várost. Amint a városnak ezt a részét. És akkor nem egyenesen visszafele, ide fordul. Ó, nagyon zsír lesz, gyerekek. Olyan villanyos. Még ott se fogom vissza, hanem itt fog. Az. Kész van. Jaj, de szép lett. No. Nyugodtan segítsetek, srácok, mert nem mindig értem a feladatokat, szóval akinek jó tanácsa van, nyugodtan írja le, köszönöm szépen, mert a segítségből sosem árt, hogyha angolról van szó. Na, akkor tegyünk le villanyos megálló. Szerintem az tök mindegy, nem? Az ugyanolyan megálló, nem? Ez csak depó van. Igen, ez személyes teher. Jó, hát megálló csak egyfajta. Oké, baby, akkor megállót teszünk le. Na, várjál. Onnan indul a szekér. Hát akkor legyen itt egy kezdésnek. Már most úgy kéne, hogy lássam is, hogy jó oldalra tegye. Legyen itt egy mögálló. Ja, hol van? Így jön, itt robog tovább az egyes villamos, hasít a sugárúton, ami egy kicsit ökörhúgyozásos, de jó lesz az. Legyen itt is egy. Én azt mondom, itt Marika néni ház előtt feltétlenül kell egy villamos megálló. A kereszteződésbe mindenképp lőtte. Jahogy. Ramdepó kell. Ja, mindjárt megépítem a vonalat. Azt mondja, hogy ha befordul, akkor itt legyen itt egy. Mondjuk elég jó nagy területet lefed, de nem baj az, hogyha úgysem, hogy a jó oldalra kerüljön már a megálló. Oda. Úgy. Jó. Itt zögykölődik tovább a villanyos. Oda is. De hogy befordul, egyből legyen egy. Feltétlen szükséges. Tudom. A népeknek kell a villanyos. De is megy egy. Ide is megy egy. Menjen ide. Ja, menjen ide. Oké. Okay. És akkor még, ugye ott van az első, ott legyen egy leszálló is, vele szembe. Királyság. Jó, és akkor most kell egy depó. Akkor ez kell egy tram depó. Ide kipattintom, hogy a város. Ja. Ó, majd összeköthettem volna ezzel az egész belvárossal. Hogy örülnének neki? Na, egyenlőre maradjunk az alapját, vagy az alaptervnél. Majd ez az ilyen jó tuti ötletek, majd akkor lesznek igazán jók szerintem. Majd amikor már úgymond a free térképen játszol. Na, akkor megvan a tram depó. Megvannak az a megállók, de nem gyártottam le. Persze nem gyártottam le. Útvonalat. Csinálunk egy new lane-t. Ó, micsoda szép barna színed van, öcsém. Akkor add station, ez magától. Kezdünk. Only one. Two. Arra hiába mész, hogy sem ott nincsen sin. Az-e? Jó, amikor ő nem tudja, hogy még villamos fog rajta járni. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Zsír vagy zsír? Ez
Az ittem, tudod, ennek tegyünk már valami jobb szint. Legyen mondjuk. Hát a sárga villamos. Ez az B. Jó. És... Hát mondjuk nem lett olyan szép sárga, mint remélt. De mindegy. Most áttírjuk a nevét. Ha már volt róla szó, hogy villamos. És abból is az egyes. Jill. Enter. Yes. Na, az a lényeg, akkor most be kéne indítani rajta a willingereket. Pluszos vagyok a kampányból? Hát nagyjából igen, azért az első kampányból sokat tanultam, meg ugye azért a vonat az úgy. No. Amúgy tudom, hogy ezt a játékot nem egyszer kell végigjátszani, hanem legalább még egyszer, hogy utána majd ugye az előző kampányban is egy medál sikerült az ötből. Hát most itt nem tudom mennyit kerülni. Jó, nyilván ezeket is el kéne olvasni, hogy mit kell csinálni. Azt mondja, hogy a Washington House-ban a Planet azt mondja, hogy mi van? Igen. 8 gépet kell gyártani egyetlen hónapban? Hát az még talán megoldható, ha jól értem. De nem biztos, hogy az a baj, nem értem. Mondja, hogy vonat. Igen. Ugye az első városból, ugye, abból szállít csak egyszerre 70 embert. Ja, igen, egy vonaton. Igen, ez megvan, ez volt az a állatkísérletes. The turning point, bar of current. Ezt azt hiszem, hogy most csinálok, hogy 1890-ig ezt meg kell csinálni mind a három kül. Van rá 5 évem. Hát igen, mert most lépünk 86-ba. Igen, ez meg call with calls, szén to szén, industrial test, még nem vágom, mi. Tesla, ugye ő volt az a híres ember, aki kitalálta ezt az elektromos tekercseket meg. Hol lehet megvenni a játékot? Hát Steamen vagy, G2M. Ja, Szabolcs, most csinálom 4-es, 6-os villamost. Jó, szóval, na azt akartam, hogy azért kanyarodtam ide ki, hogy az 1-es kampányt is egy medállal csináltam meg, és nyilván lehetne törekedni, hogy fullosan megcsinálom 100%. Jó, oké, megvan az álom, haladjunk. Villanyos. Fáj, villanyos. Ó, micsoda, San Diego Electric Trolley. Oh, Jesus. Nagyon jó. Mennyit vegyünk? 3-at? 4-et? 1880-tól 1945-ig gyártották ezt a... Az komoly. Kapacitás 7 fő, maximum sebesség 26 km/h, 8 tonna, 35 kW-os, 10 kN. Az a fogyasztás, vagy az áramfelvétel? Szerintem ez nem számít ide. Futásidő, vagy futásköltség 6000 euró per év, 30 év a limitált, meg ilyenek. Na jó, vegyünk belőle egy, miért veszek 4-et? Szerintem elég. De ha nem, akkor majd veszünk még. Jó, és akkor hol vannak ezek a villamosok? Itt vannak, akkor mennek a villamosok. Hát nyilván csak a villamos. És akkor én azt mondom, hogy indítsuk el az időt, magának elkezd. És sárgák a villamosok? Na nézzük meg. Gyere kis villamos! Villamos lett, javarás. Most ez miért nem sárga? Miért nem vagy sárga? Már vegyük el. Ez sárga. Miért?
szembe, hello! Ezek ilyen csaló? Az hogy megy? Hova megy? Nem is tud megállni a megállóba. Hát bolond vagy? Jó, lehet nem egyszerre kellett volna indítani, nem? Ja nem, az vissza... itt vissza sem derült. Ó, de kis huncut! Ők meg itt egymás után hasítanak. Na ez itt levágja az utat? Ú, micsoda elektromos káosz van itt a kereszteződésben. Jó, ezt látná meg... Zé... Tesla. Elnézd a gyalogost. Az is megy utána. Hopp! Átment majdnem a nyakán, és ez levágja az utat. Most érted, milyen áramszedő van hátul. Nagyon jó a vas gyerekek. Imádom. Azt hittem, hogy nem felszáll valaki. Csak a kívülben. Még egy embert nem bírtam. De már pénzt költitek. Jól van. Nem hallani semmit. Nem értünk semmit. Mi a baj? Hangos a villamos. Bocsánat! Oké. Gyerekek. Várjatok, mindjárt csinálunk olyat, hogy... Így, hogyha beszélek, akkor... Igen, hogyha nagyon közel van. El voltam csodálkozva. De mindjárt az effektek, az audio. Ez a music. Nem lehet levenni az effekteket. Jó. Becsukom a villanyost is, akkor hallottok, bocsánat. Ki a Darktis? Hangos a játék. Igen, Karcsi. Vagy Karics. Mert el voltam szédülve tőle. Na jó van, ezek mennek és csinálják a dolgokat. Nézzük meg, mi a harmadik feladat. A gigantic generator that generates such gigantic sparks probably needs to be fed gigantic amounts of coal. Our business partner Nikola Tesla. A certain Nikola Tesla needs tons of coal. Igyekszenet Nikola Teslának szállt. It's urgent. Oké. Okay. Hol akik Nikola Tesla? Látja valaki? Nem az? Nikola Tesla, mutasd magad! De hogy itt laksz a városba? Jól van? Na, azt mondja, hogy... Mire kell? Hol a szén? Az ott van jó messz. Na, de az becsukott. Láss szenet, most vigyek neki úton? Aha. Állítsuk már meg az időt. Gondoljuk át. Ó, egy ember közben leszállítottunk. Elhullámozunk. Na, azt mondja, hogy ugye ott a szén. Máshol nincs szén a térkép. Szenet kell vinni, ez itt fal, meg vas. Tesla, hogy neked is milyen igényeid vannak? Hát ez... Ezen az úton bedöcögni így rászénnel nagyon sok idő, nem? Vagy... Várjál, tanulmányozzunk egy kicsit. Hogyha szárazföldön viszem, tehát úton, akkor egy kocsi négyet bír venni, maximum ötöt. Ezzel is fordulni kell 20-at. Nyilván nem egy kocsival fogom állítani, hanem szervusz Josi, hanem nyilván mit tudom, veszek 5-öt, és akkor ugye négyszer fordul mind. Mi az olcsóbb, meg mi a hatékonyabb? Mondja, hogy ebből ugye mondjuk veszek 5-öt, megúszom az egészet, az egész mutatványt oda leteszek a házához egy stationt, itt van station, megúszom durván 200 ezerből, ugye, mert veszek 5 ilyen kocsit, az 100 egy stationt kell oda venni 200 ezer. De hogyha vonatot veszek, úgy kezdődik, hogy oda egy állomás kell írni. Jó, még van 2 millióm, de tudjátok, a múltkor is megúsztam a lóvét. Jó, kérdés, hogy hány év az út? Na mindegy. Ha ide
vonattal akarom vinni, akkor való ide kell egy stage. Vagy így megkerülöm a várost, vagy itt átmegyek. Ha házat kell bontani, az meg nem kis pénzbe kerül. Hát ez kemény. Vonattal vigyem. 2 mozdony, 7 vagon. Szia István! A drágább úton gyorsabban halad a kocsi, nem? Nem tudom. 2 mozdony, 7 tehervagon. Én értem, Krisztián, amit mondasz, hogy sokkal költségesebb. Ugye ez személyautóval, tehát teherautóval vagy lovassakérrel megoldom 200 000. Tudom, hogy lassú, mint a dög, ezt is tudom. De most, ha vonattal akarom, ugye akkor ide még le kell tenni egy plusz megállót, mert ugye kell egy teherdepó, oda is kell egy teherdepó. Nézzük csak, az depó. Nem depó, hanem teherállomás. Ez az alsó hangon. Csak a két állomás több mint 200 000, meg éppen egy utat. Most de a kocsi sokkal költséghat. Igen. Hosszú távon jobb a vonat, gondolom. Igen, ez tény, hogy hosszú távon jobb vonat. Ja, és akkor még nem is beszéltem fontos dologról. Jó, nyilván sokkal több. Mennyit visznek a vagonok? Ugye csak ebbe a vagonba tudok szenet vinni, mert ez személyszállító, folyadék, ebbe tudok szenet szállítani, ebbe is csak 7-et. Jó, de 7x7, 49, onnan jön ki, mert akkor 3-szor kell, hogy forduljon. Ha 2-szer forduljon, akkor legalább 8-at kell feltennem, akkor 56-ot elvisz. Mennyi szén áll rendelkezésre? Tudom, hogy már túl bonyolítom, srácok, de már most lehetőleg jól akarom csinálni az előző képest. Mennyi szén várakozik? 30-at termel évente. De itt van 50. És ez a station, ez fullon van. Akkor megcsináljuk úgy, megcsinálom közúton, de nem 5 kocsival, hanem 10-zel, csak azok 2-szer fordul. Ez így lesz. Jó. Lehet, hogy hülyeséget csinálok, majd kiderül. Nagyon egyszerű. Csinálunk egy mentést a hülyeség előtt. Ma így kezdtünk, átírjuk 2.3-ra. Ugye a kettes küldi, harmadik nekifutás, vagy harmadik verzió. És ha nem jön be, mondjuk elvileg be kell, hogy jöjjön, akkor megcsináljuk esetleg vonattal. De szerintem sokkal, ez tény, hogy sokkal olcsóbb, lovaskocsival, de lassabb. Valamit valamiért. Na jó, akkor szóljunk le neki ide egy teherztét. Ide simán beforgat az utcába, megkapják. Tesla bácsi. Ugye, egy teher. Állomás. Így, né. Jó. Csinálok egy új útvonalat. New lane. Ó. Igen. Onnan. Ide Tesla bácsi. Tudom, hogy baromi hosszú út, de mondja, legyen fekete, mint a szén, és az a neve, hogy lesz, az lesz a neve, hogy Tesla. Akkor tudom, hogy ez oké. Erre az útra veszek 5 olyan, nem, azt beszéltük, hogy 10 olyan kocsit, ugye, megveszem.
és innen fognak menni, mert ez van a relatívelek. Tudom, spórolósba átment. Ebbe veszek 10. Tud szenet vinni? Jókor nézem meg, de tud. Mennyi ne jár? 1, 2, 8, 9. Ugye, 1, 2, 6. Azért fontos, hogy 10 legyen, mert így két fordulóval megvan a 100 szín. Jó, és akkor irány a Tesla út. Na, mehet az idő. Innen kivágtázik az a sok kocsi. De ez hogy tud szenet vinni? Azok miért álltak meg? Hogy fog szenet vinni? Erre kíváncsi. Jó lesz. Mit csinálok? Szia, Vux! Szenet viszek Tesla haveromnak. Na mindegy, közben itt két embert elkezdtünk venni. A tény, hogy valóban messze. Na de most ez is messze van, srácok, innen a vasat vinni. Szerintem az sincs sokkal messze. Mégis működik. Jó, nem a leghatékonyabban. Red, laggol a hangod. Csak nálam rossz a hang? Mi van már hang? Lehet messze a mikrofon, picit messze, közel, bocsánat, közelebb hozom a mikrofont a számhoz. Lehet azért laggott, mert picit messze magyaráztam, és a hangérzékel nem kapcsolt be. Na jól van, zsákban visszük a szenet. Jó, akkor elvileg most erre csak várni kell, hát akkor pörgessük az időt, nem? Ott vonul a hadsereg, úgy támadunk. Várjatok, közben most eszembe jutott ez a 70 fős, megállítom az időt, mert pont most van itt a vonat. A 70 fős dolog, mennyit bír ez a vonat? 42. Jó, hát nyilván ezt még vidd el. Jó a hang. Á, most már biztos jó, az volt a baj szerintem, hogy nem teljesen volt jó megfelelő közelségben a mikrofon. Közben itt elkezdett bővülni a város, így rá a vasútra. Na mindegy. Jó. Akkor az embereket tedd le, hogy kapja meg a pénzt. Jó. Rájának is le. Oké. Azt mondom neked, hogy iránya. Orány. Beküldöm ide. Veszek pedig rám vagont, hogy meglegyen a 70 fő. Megfordul most magától vajon, vagy nem? Így. Menjél be! Megy a gőzös! Panizsár. 70 főre meg kell emelni. Ó, már 12 ember leszállított. Jó. Akkor ehhez veszek még. Most ilyenek vannak rajta. Így látom, igen, ez van rajta ez a... A 14 fő. 16 fős. 2 fő nem éri meg. Veszünk még rá ilyen. Most 42-nél jár, ugye? Így van, mert 314 az 42. 414 az 40. 56. 5-ször ugye az meg pont 70. Csak ehhez fullon kell lenne a vonatnak. De erre az kell, hogy az a 70 ember ott is álljon az állomáson, mert elfér rajta 70 ember.
Ja, de itt is van, én számolok, matekolok, azt itt mutatja, hogy 70 fős a van. Szóval akkor adjunk neki még egy pluszt, hogy biztos, hogy jó legyen. Oké. És akkor... Oké. Mennyien állnak már az állások? 24-en. Azt nézzed, hogy mennyien állnak itt a megállóba? Nagyon sokkal több pénzt lehetne keresni. Red. Meg kéne fordítani. Mennyien állnak ebbe a megállóban? Az irának kevesen szerintem, mert vonatot megfordítom. Na most üresen megy oda. Mert sokkal több, ide sokkal több izét kell. Milyen lovas kocsi jár itt? Mi az a kettes útvonal? Ez az, ugye? Így van. Ezen a kettes útvonalon csak három ilyen kocsi. Jó. Jó, veszünk még rá 5-öt. Lány a kettes út. Na kérem. Szétszaladt a ménes. Tessék minden az embereket innen. Oké. Hogy figyeljön, hogy csinálom. Egyből 5 per 5. Na mindjárt kívülött az állomás. Mennyien várakoztok? 70-en. Üljetek ide 70-en. Na jól van, oké. Jön hozzám Kanizsára. Mármint Yoshihoz a vonat. Mennyivel ment el a vonat? 20-30 fővel. Ó, már 85-nél járunk. Az jól megy. Ú, az a villamosozás az nagyon jó dolognak tűnik. Na, 27 fővel megy. Igen, ezek meg elindultak itt. Az utolsó is visz 5 szenet? Igen, mindegyiknél van 5 szén. Virágság. Ez... Ó, kész is van a 100 emberszállítás. Az első meg már itt jár. Nem ott jár. Hol jár? Ja, az egy villanyos. Ide is kellene, ebbe is kellene, ebbe a centrálba több. Itt a centrálba milyen? Melyik vonal van? A hármas vonal. Hármas vonalon? Hármas vonalon is csak három kocsi jár. Oké, akkor veszünk még abba is. Ja, de Tesla ebbe a városba, akkor jó, még ott jön az első. Jó. A hármas vonalra is veszünk még kocsit. Oké. Gyerünk, gyerekek. Minél több embert akarok mozgósítani a városba. Jó, mondjuk átrakhatnám ide is a villamos dolgot, de... Jön az első szén Teslán. Ja, meg akartam nézni, hogy ez hogy hoz szene. De hogy így felrakt a konténerestől. Aha! Értem. Király. Milyen jól néz ki az út. Macska köves. Tiszta izé. 19.100 éve. Király. Majdnem átvágtozott a néni hátán a lovas szekér. Első befordult Tesla bácsi üzemébe, beértünk a ipari negyedbe, tiszta kéne minden. Mennyi ember sétál az utcán, ezeknek nagyon kellene a villamos ezekbe a városba már. Valószínűleg ez az útvonal nem is jár a lovas szekér, vagy a lovas kocsi. Jó, tudom, nem, most nem ez a feladat,
De milyen jó lenne, hogy megcsinálnak egy profilot. Vagy izé, villanyugerezzenek. Billinger, gyerekről úgy hívtam, Billinger. Villanyos. Villamos. Jaj, nem maradtunk róla. Valakit már Tesla. Ott a gömb, itt lesz balra depója. Oké. Nézzük Tesla laboratóriumát. Renka bácsi, megúztam az első szenet. Jön a szén, csúszik. Na, oda patkíts le. Tesla bácsi be is nyeltet. Na, ott a szén az udvar. 10. Mert csak 5-öt hozott. Azt is írja, hogy 5. Ja, hogy... Ó, várjál, mert évente csak 10-et tud elhasználni. Mi most mi van? Mindegy, letette. Menjél már, mert nem tud lepakolni a többi. 15. Passza beüt, haladjál. Haladjál már. Jó, most az a kérdés. Meddig állnak ott? Mire várnak? Lovat etetnek? Vagy mit csinál? Lecsutakolja őket? Hát mire várnak, után lepakol? Gyalogos, mert majdnem neki ment. Láttam, majdnem neki ment a lovas kocsinak. Ez a kocsi oldalának. Beindult valami. Mi ez? Itt építkeznek. 10 embert foglalkoztatnak. De minden, megy itt az építkezés. Jó, a Teslának jön a cucc, ez a lényeg. Most az a kérdés, mire visszaér az első kocsi, hogy lesz-e itt 50 szén, de lesz már, látom, bőven lesz 50 szén. Mert itt szerintem ez fejlődött. Igen, 100-ról felment 200-ra a limit. Tehát, hogy nőttek az igények, ugye egy upgrade-elődnek a telepek magától. Már nem 50-et produkál. Sőt, szerintem még ez is upgrade-elődött, nem? A Teslának el van téve 74. Látod? Külön raktározza, hogy kinek mi, de már fullon van a megálló. Van itt szén bőven, gyerekek! Janika. A földúton 15 km per óra, a köves úton 20 km per óra megy a kocsi. Szia, Attila! Oké, szerintem ugye még egy kanyarból megvan a 100 szén, meg is pörgetem az időt. Nézzünk rá a jó kis villamosos városra, ez tetszik, ez a villamosozós. Mennyien villamosoznak? Egész jól. Azt látom, hogy azért... Jó, még itt is rengeteg ember mászkál, nézzük még mindig. A villamos az hasít, ott állnak, menjen. Honnan be is szállt. Ding-ding, ding-ding, jön a lóvé, megvan az első 50 Teslának. Le is tettem, megy az utolsó kocsi, megy vissza. És 1990-ig szerintetek meg lesz? Lehet, hogy ezen fog elbukni a medál. Ugye? Mert nem fog beérni egy év alatt, nem fognak visszaérni a kocsik. Még az első kocsi már ott megy. Ja, ez az első szenes kocsi. Na, mindjárt ott. Mindegy, hogyha nem lesz meg. Ha legközelebb, akkor vasúttal csinál. Jó, azt akarom megnézni, hogy a villamos az gazdaságos. Bizony, 39 ezeret hozi. A Tesla mekkora nagy biznisz volt? Jó, nyilván, mert földúton viszem, vagy szárazföldön. Hogyha vasúton vittem volna, nem lehetne ilyen gazdaságos. De így nagyon kifizetődő volt a Teslás vonal. Finanszírozás. Az új rendben van. Mi a bukó? Ezek miért bukók ezek a... Ja, a lila az a... az acélot helyben. Erre is igény volt. Nagyon megnőtt. A vonat... Az... Már nem hoz annyit, mert nem ülnek rajta annyi, mint szeretném. De hol van a vonatom?
Hol a vonatom? 39-en ülnek rajta. Most ér be oda az állomásra. Mondd, hogy felszállnak 70-en? Nem, csak 50-en szálltak. De kár, egy 70-es fuvartot jól lenne még megcsapni. Na, elkezdték felvenni a szenet. Az első már jön is visszafele a szénnel. Hát ha így megyünk, meg lesz 1900. Meddig kell megcsinálni? 1890-ig. Még van másfél. Á, egy éve, mert mindjárt 90. 89 lesz. Na, erre kíváncsi lesz. Tőle meg lesz a szén. Ugye ez bevonja a várost addig. Ez nem, ez a 70 fős, az meg egy hónap alatt le kéne gyártani 8-at. Oda is azt kéne, hogy még több anyagot szállítson, de már nem foglalkozok most vele. Legyen meg a küldi. Már 89 januárban. Na de most itt azt írja, hogy... Szia Dávid! Most itt azt írja a medálnál, hogy 90-ig, vagy a 90... Tehát még abban az évben jó vagyok, mert akkor még több mint egy éven van, mert még csak 89 van. És már jönnek. Az még az első való most ér be a keleti város részben. 57. Növekszik az utasszám. De onnan kell aztán idehozni 70 ember. Úgy írja külön, ugye? Azt mondja, hogy... Onnan, ugye az a Monville, vagy micsoda, Monroville, akárhogy is ejtik, biztos, hogy onnan kell hozni, vagy oda vinni. Mert úgy értem, hogy hát, hogy onnan elszállítani. Na, itt jön az első újabb adag szén Tesla bácsinak. Legyen meg a 70 utas. És akkor mi, ennyi a küldi? Na most ezt lepörgetjük. Teslának még lejön az 50 szén. 89. Elvileg a szerencsém van évbe ér évvégére, az az utolsó. Ugye már utána már nem jön a teher. Villamos. Vagy lovaskocsi, remélyszállító. Oké, most fog beérni a vonat az állomásra. 70 ember, szálljon fel. Megvan a küldi. 84, fullon van. Ez az, baby. És hát a plusz medál. Jaj, de jó, jaj, de jó. Na, akkor most már... Ez már nem is olyan lényeges. Keresed a lóvét. Nyilván egyre pluszosabb az is. Ó, már 500 ez. Jó, most pont költsége volt, de mindegy. Pluszba vagyunk. Nő a lóvé, gyerekek. Ez a lényeg. Na most már csak az a kérdés, hogy odaér-e az utolsó tehervonat, vagy teher Tesla bácsihoz 90-ig. Most kérdés, hogy már nem fog odaérni, azt én látom. Tehát onnan az már nem ér ide decemberig. Most az a kérdés, hogy 90-ig, vagy még a 90-es évben még viheti, és akkor az úgy jó. Mert most már december van. Az utolsó kocsi még csak ott robog. 12. Ugye meg itt egymásra még várnak is, mert lovat csutakolnak, meg hasonló. Ott jön az utolsó. Én is már január van. Szóval a Bukta utca két szám. Tankolnak a lóba, tudod, azért állnak itt egy kicsit. Jelvileg az utolsó előtti. Most rakodjuk le. Igen. 93. Hogy nem jutott szén neki? Hogy hol vannak ezek? Nem már, megúszott a dolog 3. Nem volt szén? Vagy mi lett ezekkel? Veszteséggel szállítanak? Hova lett a 7 darab szén? Beért mind a 10 kocsi. Az már ott járott elő. Hát így már 90-ben se lesz meg. Már április van. Mindegy, nem számít.
Aj, banyek. Kíváncsi lettem volna rá, hogy még elfogadja 90-be, vagy nem. Szerbuszod. Megváltozott a koronaszerújász? Ha nem, nem változott meg. Az a régi. Miért nem tudsz belépni? Elgépeltet szerint. Én voltam fent délelőtt. Gabriella, köszönöm szépen a feliratkozást. Na jól van, hogy az a 7 szén hova lett, pedig itt szén volt. Ugye el volt téve Teslának 70 valamennyi. Mi ez a mechanik Tesla? Mindegy. Minden mindegy már, mert már az időből kicsúszt bőven. Már 90-ben nem. Na és akkor süvít nagyon a szél. És nézzetem, hogy mennyien állnak a busz megállóban. Mi ez? 21 ember várakozik valami jármű. A hármas vonalon, de mert a hármas vonalon is már 8 izé jár. 3, 6, 8. Jó, hát nyilván ötösével viszi csak az emberek. Kiszáll az? Nyilván mindegyik fullon megy. Most miért egy emberek adnak? 5 per 5. Ki van használva. Minden mindegy már, csak legyen kész a küldi, csináljuk a következőt. Jobban nem tudom pörgetni az időt. Hát egy medától tutjel estünk. Ez a szenes elvileg meg lesz, hogyha most beér majd a poljára. Következő. Talán ott jön. Ott jön, az a szenes. Igen. Ez már nem fog sikerülni, ez tuti. Meg ez se fog sikerülni, mert arra rá kellett volna tolni egy csomó. Vagy legalábbis több teherautót, hogy meglegyen a... Ha jól értem, ugye... Javítsatok ki, ha nem jól értem. Itt azt írja, hogy ebbe a... Ebbe a... Így van. Nem, nem ebbe. Nem ebbe. Ebbe. Ebbe a va... Ebbe a vas... Mi ez? Resting House-ba. Egy hónap alatt gyárt csak. Ugye? Jól értem, hogy 8-at. De ebbe gyártok izét. Igen, ebbe a Westing, ebbe a Westing. Hogy gyárt csak 8 ilyen izét. Ilyen gépet, ugye ezt. Gépeket gyárt. Hogy egy hónap alatt 8-at termeljek. De ugye hát évente termelünk 16-ot. Az akárhogy számolom, az kevés egy hónapra. Van ebben a játékban vízi szállítás is? Persze van, Dávid, és azt is fogjuk majd csinálni, hogyha a küldi kívánja, sőt, légi szállítás is van. Na, Teslának jön a vas. A vas, a szén, itt van, érkezik. De van vízi és légi szállítás is, ki fogjuk próbálni, nyilván lesznek rá kampányok. Na, de még ezzel csak 98 lesz. Na? Na? Tesla, mi van veled? Miért nem emelkedik? Azt írja, hogy nincs bekötve útvonalban. Ne kábítsál már. Itt van, le van fedve. Meghozta a szenet. Ez miért nem emelkedik most feljebb? Hordja a szenet és 93 nem mér át meg. Az gépet szállított. Ne csesz már. Szenet hoz, itt van. Hú, 5 per 5. Na most. Ja,
Nem figyeltem is. Plant will soon generate power at Niagara Falls, and the operating company is on the lookout for the man who can build this power plant. That can only be one man. If George Westinghouse manages to increase the sales just a little bit more, he'll be awarded the contract and finally emerge victorious in the war of currents. While we come away with shares in his company, which have significantly increased in value. Hát akkor... Na mindegy, akkor nem figyeltem. Mindegy, de szerintem az a medál ugye nem lett meg, azt buktuk. Ezt a medált. De ez se adta meg. De így leszállítottuk a szenet. Vagy ez nem az a szén? Nem az a Teslás küldi? Inundate Tesla with cool. Na mindegy. Jó, mit kell csinálni? Gyártsunk 100 vizét ott. Az eddig is ment. Na akkor most van lehetőségünk arra, hogy megnöveljük a termelést, mint a... Nincs másra szükségünk. Csak... Oké. Okay. Itt a deszka hegyekbe áll. Itt a szén hegyekbe áll. Vagy a fém. Ugye? A szenet is... Átállítok egy pár kocsit innen a szénnel, hogy ide hordja. Jó, oké. Át kell konfigurálni egy-két melót. Na, azt mondja, hogy melyik a szenes. A szén. A Teslásból kezdjük azzal. Teslásból mondjuk egy-két kocsi, azt mondom neked, hogy megy át a szénre. De várj, olyan kocsi kellene, ami jön visszafele. Ott meg hogy látom, mi? Ó, rendekben. Ez üres. De elvileg ez megy vissza. Jó, akkor neked azt mondom, hogy mész a szén. Jó. Ez visz valamit. De akár vissza is fordíthat, nem? Már nem kell Teslának azt. Mehetsz ide. Nem. Így. Én. Ja, de így elbukom. Aha. Jó, értem. Ezen van. Ezen nincs, akkor ez is mehet a szénre. Na, meg vidd le Teslának, hadd örüljön. Öreg. Igen. Ezen sincs semmi, ha jól látom. Lehet a szénre. Jó. Mi van még itt? Ezen sincs semmi, mehet ez is. Jó. Akkor a többi útvonalra, meg először is. Ha innen többet kezdek el hordani, nyilván több fát kell szállítani. Hoho. Azt mondja, hogy az a sötét kék. Ugye? De messze van a kocsi depó. Gyere csak ide, kocsi depó. Itt vagyok, cseten, halihó. Rendben, halihó. Üdvözöllek. Vásárolunk járgányt. Hát maradunk ennél. Az a plusz egy is plusz egy. Nem számít már, most van pénz, gyerekek. Veszek még a... Ide legalább még veszek kettőt. Jó, és ennek azt mondom, hogy menjen erre a sötét kékre. Ugye ez a... Ez lesz a sötét. Na, tényleg jól lett volna átírni, igaz volt Krisztiánnak. Mindegy, nem. Hanem így. Erre megy. Oké.
Ez rendben. Nem kellett volna. Ja, most meg nem látom a fától az erdőt, mert benne a kocsik. Jó, így. Kell legalább, ha oda kettőt vettem, akkor ide a pirosra, meg erre a lilára legalább négy kell. A piros... Átírom. Piros... Deszka. Deszka! Így, jó. Oké. Ez a lila. Ez a lila. Ez vas. Vas ért. De így. Vasért. Jó. Tehát még erre a hosszú útvonalra kell még ezt ér. Jó. Jól van. No. A deszkás az miért mínuszos? Nem tudom. Mindegy. Veszünk rá legalább három ilyen bringát. Egy, kettő, három. És azt mondom neki, hogy megy a deszkára. Oké. Veszek még ilyen bringát. Kettő, három. És te mész a vasércre. Oké. Ugye? Ugye, hogy ugye? Igen, de ezek a belvárs. Ez a kék útvonal. A, igen, az már megvan oldva. A narancssárga útvonal, az pedig a... Ez a pici itt, ugye? Ez a narancssárga. Innen átviszi a... De itt miért van gép ezen a padon? Ezt nem tudom. Ugye innen a vasat átviszi ott. Jó, mehet. Abcizni fogok, bocsánat. Váltok, megpróbálom nem abcizni. Hogy menjen akkor. Innen egy halom kocsi fog kivándorolni. Figyelj, hasít. Menjen állnak már százan. De beindult a utazás. Nem győz kijönni a sok tekér. Na vajon ez a sok teszlás cucca sikerült átállítanom? Ja, meg most már arra is kell figyelni, hogy a depóban átállítsam, hogy szénnek 62. De Teslának ezek miért gyártanak gépet? Vagy miért van itt Teslának gép? És itt buktam el, ugye, amely Teslának vittek. Ki a Dark Tis? Vagy hát te itt voltál, most mi van? Ja, hogy jó, nem nekem, köszöntél. Tiborka, ez olyan, mint... Tiborka. Jaj, te a Votos Tiborka vagy, ugye? Legalábbis a logód, remélem nem lopták le a neved és a logód. Ez olyan, mint a TD? Igen, igen, olyan, csak szebb. És jobb, és... Frankóbb, igen, Tiborka. Van ennek a játéknak egy pár évvel ezelőtti verziója, az Train Fever, abban nincsen vasút és légis, vagy nincsen légiszállítás és vízi. Abban csak közúti van, meg vasúti szállítás van. Az is jó, ez meg tavaly novemberben jött ki, ebben már majd van légi, meg vízi szállítás is. De most csak kampányokat csinálok, szóval nagyon még nem szabadon építkezek. A térkép, ez ilyen kis picinkó, de a láss térképen legalább van 6-8 város. De hát nézzetek utána. És akkor meglátjátok, szerintem nagyon jó. Na. Majd Tiborka mindjárt jelzi, hogy ő az a Tiborka, aki votozni szokott. Tudom már, hogy ki vagy. Na, itt tartottam, hogy mi a reteknek gyártanak, vagy miért van itt egyáltalán Teslának gép? Miért írja azt, hogy van gép Teslának? Mikor ez egy francos szénkitermelő üzem. Hello! És vissza is esett a kapacitás 200-ról 100-ra. De az... Ez itt lerakodott valamit.
ez. Ez a kis szutya. Ne szökjél már el. Ja, ezek a régi kocsik. Szenet visz. Jól van. Na mindegyik szenes. Menjetek mind Tesla. Ja, nem, valaki még Teslahoz megy. Ez is két útvonalon megy. Te hol mész? Állj már meg, te is a kéken. Vigyétek a szenet a gyárba, gyerek. Lassan ma jönnek a izé Teslás. Ez Teslás. De az is te. Mi van? Ja, közben beugrott egy ablak. Jól van. No. De nem lesz sokáig, mert kevés a mobil netem. A héten kell megyek, de visszanézem. Jól van, rendben, köszönöm szépen, Lórend. Hát, hogyha nincs mobilnet, akkor nincs mobilnet. Most ez mi van? End strike. Igen, mi a lehetőség? Válaszok a következő végső opciókból. Ó, ha érteném? Mi a problémád amúgy? Nézzük csak. Közben nézzük már egy pillanat át ide. Ja. A lóvé az csak úgy csilingel, az sose be, már 5 milliónk van. Ász, sose baj. Mennyi a termelés? Van mindened, dolgozzá. De ahhoz, hogy a havi 8-at elérjük, akkor az gyors matekban mennyi egy évbe? Havi 8, már mondtam is, hogy 96, szóval lassan számoltatok. De a 96-os évi production még nem érjük el. Az úgy nem jó. Nagyon nem jó. Mindegy, nem lesz meg a medál, hát tojok rá. De mivel ezzel az utolsó... Ezt én nem vágom. Szerintetek melyikre nyomjak? Itt hagyom egy kicsit, olvass el, aki akarja. Addig iszok egy kortyot. Meg alszok csetet. Köszi a kérdést, nyugösen. Ja, hogy vagyunk a mai napon? Aha, Lórend kérdezte. Én aránylag jó, reggel voltam vérvételem. A nyugös volt azért, mert korán kellett kelni. Oké. Okay. Ja, HD. HD Faint. Nagyon faintos név. Szervusz Gergely. Szia Red, a szállító kocsik automatán vannak hagyva. Így előfordulhat, hogy a produktumot felveszik a célállomáson és visszaviszik a kitermelés. Igen, ilyen bénák. Tehát azért van, mindjárt mondom. Tehát azért volt itt az előbb nekem egy gép, ezen a placon, mert innen felvette, ugye ami innen viszi az acélt ide, itt véletlen felvette a produktumot és ide visszahozta. Szállítókocsik automatában. Na nézzünk egy ilyen szállítókocsit. Uk. Ugye ő az, ami viszi az acélt. Négyet visz, most ott ledobja, és visszafele néha felveszi a izét, produktumot. Tehát miért veszi fel? Letette az acélt. Ó, van elérhető új szállítójármű. Adjál be. De hol lehet ezt beállítani, hogy ne legyen automata? Apapapa, ez a finanszírozás. Hát elég. Ó, volt egy-két jó évem. Volt cucc. Igen, ide a két kocsi is majdnem sok. De mindegy, hagyd dolgozzon, kettő legalább van. Na de hol lehet ez beállítani, hogy ne legyen automata? Hát itt nem. Itt leállítom. Nem álljon meg. Megfordul depóba. Választom új lényt. Itt azt mutatja, hogy hány éve fut. Mennyi a hozam. Milyen százalékos rátákkal fut a cucc. Maximum sebessége. Újja. Hossza. Két lóerő. Hát két ló van előtt, tehát ugye nem lehet több, egyértelmű. És töltési sebesség egyszeres, meg a színe. Oké.
Na ezt kérlek szépen, Gergely, írd meg nekem. Erre kíváncsi vagyok. Hogy hol lehet ezt kikapcsolni, vagy azért, mert hogy alapból automaták, tehát nem, automatán vannak hagyva, tehát ezt én hagytam úgy, alapból nem állítottam. Jó, erre még mindig nem jött tipp, hogy szerintetek ebből mi a jó. Azt mondja, itt van valami izé, azt mondja, unkilled, labores, factory need more, igen, azt nem teljesen értem, nem mintha ezt érteném jobban. Detective Agnes Image. Szervusz Tibor. Na? Mindegy, majd mindjárt ezeket megírját. Hol? Hatod gyártott? Menj már pékbe. Miért nem gyárt ez semmit? Ja, mert... Állj! Álljunk meg, álljunk meg. Szerintem azóta nem emelkedik, mióta én erre várok, hogy ezt eldöntse. Nem? Hello. Van cucc. Mi? Minusz... Megvárom, amit ír a Gergely. Ha jól emlékszem, a depóban át tudod állítani, amikor megveszed automata állapotból. Oké, jó. Na, akkor még egy gyors segítség. Ezekből melyiket választanád? Ott hagyom. Olvassátok el. De én nem értem, megmondom a tutit. Közben megnézem akkor ezt a depót. Igen. És akkor mondjuk. Ugye ez azt mutatja, hogy személyszállító, teherszállító, minden jármű. Mondjuk kiválasztom őt. És akkor itt hol? Itt. Aha, itt van, hogy automata configuration. Ó, megint tanultam valamit. Köszönöm szépen, Gergely. Igen, és akkor ez mit csinál? Mit lehet állítani? Aha, hogy mit vegy, tehát automatikusan bármit vegyen fel, amit talál a stationen, felveszi, vagy csak azt, amit beállítunk neki, hogy olajat, szenet, acélt, búzát, vasat, szenet, érted, fát, üzemanyagot, kaját. Jól van, értem. Oké, megértettem, és ezt jó tudni. De végül is nem akkora tragédia. Inkább akkor van tragédia, hogyha egy állomáson ugye több dolgot gyártunk. Addig, amíg odafele visznek dolgokat, nincs gond. Csak ugye gyárt valamit, de ugye van igénye. Mondjuk akkor van baj, hogy mondjuk nekünk erre a gépre meg igényünk van máshol. Nem tudja elvinni, mert ez az őrült madár meg elviszi véletlenül ide. Na, akkor van baj. Vagy ugyanígy a vas, az acéllal, tehát ide hozza a vasat, ugye ide kell hozni vasércet és szenet, és az meg elviszi az acélt vissza oda, ahova nem kéne. Jó, tehát igen, ilyenkor érdemes beállítani, de ha már megvetted a kocsit, akkor nem tudod. Ez milyen érdekes. Ez viszont jó lenne. Ali, sztrájkolnak a munkások. Persze, mert le van állítva az idő. Ha jól emlékszem, igen, azt olvastam, így van, csak azt szállít, amit beállítasz. Én hívtam. Ja, hogy így jártál te is az előző verzióban. Az utolsó választási lehetőség, hogy fizetsz a munkát. Ja, hogy... Aha, tehát azért nem gyártanak, mert sztrájkolnak a munkások, értem. Az utolsó változó lehetőség, hogy fizetsz a munkásoknak 500 ezeret, a középső, hogy felveszel képzetlen munkásokat, és az első pedig, hogy felveszel valamilyen detektív. Fizetek 500 ezeret, az dolgozzon. Jó van. Van pénz. Ola, izé vagyok. Pénzből kifogyhatatlan mágnás vagyok. Így van, Petyka is azt írja, hogy mivel van pénz, fizesse, hogy folytatódjon a termelés. Így van, én is ezt választottam, ez a leglogikusabb. Nyilván a real time-ban, tehát valós életben nem ezt választottam volna, hanem jó nyakon vágtam volna az alkalmazottokat. Mert ha egyszer azt nekik 500 ezeret, akkor minden hónapban eszükbe jut, hogy hát az múlt hónapban is adott 500 ezeret. Ezt a production pedig jó lenne, ha feltolnák 96-ig, mert akkor meg lenne havi 8.
Ugye? És akkor meg lenne még egy medál. Lehet, hogy még több nyersanyagot kellene beszállítani. Na szóval, ezt viszont már nem lehet beállítani. Tehát... Ó, megvan a havi 8. De hogy? Hát a production 32. Hogy ez pillanatnyi? Mindegy, megvan a medál. Nem érdekes, részletkérdés. De most visszakanyarod erre, erre a kocsi állításra, tehát a töltés állításra. Ez... Mi ez a sor? Ezek hol vonatoznak? Mutasd már meg nekem. Pirosan így. Itt. Azt nézd meg. Előzzél, bazdmeg. Ja, mert ezek gyorsabbak ennél. Ugye ez 15-tel bír menni? Ez is 15-tel bír menni. Akkor miért nem előzöd meg? Rakja az indexet, azt hajrá! Na szóval azt kezdtem el mondani, hogy ha egyszer beállítom egy útvonalra, hogy ott töltsön szenet, ami ugye nagyon rendben is van, de úgy, ahogy én az előbb voltam, hogy átállítom, jó, mondjuk a szenesről a szenesre állítottam, az nem gond, de hogyha... Ó, van újabb... Mi ez valami pótkocsi? Ja, ez vagon lesz, nem? Nem biztos, nem számít. De hogyha át akarom állítani, új munkára akarom befogni, akkor nem tudom befogni, mert már az nem fogod felvenni. Ahol eddig vasat szállított, már máshol nem fog felvenni szenet, mert itt, miután megvan a kocsi, már nem tudom beállítani neki azt, hogy... Vagy lehet, hogy akkor itt megjelenik neki egy váltó? Na ezt kipróbálom. Úgy is viszi a cuccot. Na vegyünk egy kocsit, amit beállítunk. Mondjuk egy ilyen kocsit beállítunk, de és beállítjuk mondjuk, hogy ő csak és kizárólag mennyit tud felvenni? 6 a kapacitása, ő csak és kizárólag acélt vegyen fel, így van, és menjen el, melyik lényre is kell, hogy menjen? Ó, de jól lenne tudni fejből. Erre a narancssárgára, ahol csak az a kettő. Jó. Meg is veszem. Igen. Akkor beállítom a narancssárgára. Nem oda. De. Ide. Na és hogyha kimegy a járgány, már pedig kijött, hogy utána van-e állítási lehetőség. Hát nincs. Aha. Kicsi kocsi újra szágult? Milyen csőhőjött már? Tudod komoly. Oj, kérem szépen. Hogy utolérte a lovat kocsit? Előzzél? Nem tud elérni, ugye? Ez a nagy baj. Azt mondja senki, nem lennék az alkalmazottad. Jó, hát igen. Az utolsó válaszok lehet, igen, azt igen, van, olvastam. De már is kúsznak fel, ez jó. Akkor lehet, hogy az éves production kell, de a küldi, mintha, vagy a medálnál az lett volna, hogy havonta legyen. Havonta. Ma, tehát havonta legyen 8, nem? És akkor az évesben az 96 az én szám. Az én támogatásom szerint. Na jó, tehát szóval egyszer beállítottam, ezt már nem tudom áttenni csak. Ez innentől kezdve csak acélt fog számítani. Nem lehet újra konfigurálni. Na, ezzel azért kell figyelni, hogy vigyázni. Oké, szabály. Indexelj. Körülj befele. Viszi az acélt. Felkapod. Jó, és most ide vársz, fent van, mennyire. Jó, hogy nem volt 8, hogy nem volt 6. Aha, tehát ez lehet nem is indul el, izé, de elindult 5-tel. Azt akartam, hogy ez lehet, hogy nem indul el, csak fullon. Na mindegy. Külbe a depó volt, át lehet állítani a... Aha, át lehet állítani a depó.
Jó, ez is egy okos, de mondjuk jobb lenne, itt is lehetne konfigurálni, de igen, akkor így végül is nincs az, amire gondoltam, hogy nem lehet átküldni, át lehet, csak ugye a depóban mindig újra kell kalibrálni a csávot. Jól van, hát nincs ezzel gond. Na. De ez biztos, hogy nem fogja elvinni innen a izót. Termést. Ja, látod, felvett a gyökér, felvett, amit beszéltünk ott az előbb, itt van rá a példa, lerakta az acélt, és felvette a négy gépet. Ugye, mert neki nincs beállítva. Igen, ez viszont nagy cumi, egy összetett, amit az előbb beszéltünk feladatnál, hogy ugye most máshol szükség lenne a gépekre, akkor bukta, mert ez az őrült, ez elviszi. Szóval, mi van veled? Géptől van. Hogy utad ott van? Nyilván ugye, hogy 25 perből. Meg is állt. Nem is volt ott gyalogos. Kitengedett. Mert csak túl közel van. Tudom, megint hangos, mert túl közel voltam a gépekhez. Tudom, srácok, tudom. Botom. Legyél kicsit megértő velem szemben. Imádom közelről nézni. Majd a... Kint leszünk a menüben. Megpörgettem már kicsit az időt. És akkor most ez mit csinál? Most megy vissza egy acélra. Ja, mert nem volt itt több. De most így letette ezt a izét. Az meg üresen megy. Az meg üresen megy, mert ugye ennyi acélt nem gyártunk. Mindegy, nem számít már. 47. Valószínűleg az acélra várnak. Nem, most deszkára várunk. Acél van benne. Hol van a deszka? Deszkás fiúk hol vannak? Ah, jönnek már. Legalábbis egy deszkás fiú. Ez vasas fiú. Még egy deszkás fiú. Jönnek itt azért. Hogy csak úgy hasít a tömeg. Ez is vasas. Biztos van itt még. Jól van, jön, nézze csak, hogy jönnek a deszkás fiú. Ezt követjük, és akkor látjuk. Jaj, de szép. Előtte, mögötte, oly, konvojba jönnek. Kész szárazföldi vasok, érted. Nagyon sok lóerős. 4, 8, 12, 16 lóerős. Itt egy kicsi, van egy kis hézag elő. Jó reggel, reggel, Deli, miről beszélsz? 4:55. Érdemes fejleszteni a gép, gépet, mert hiába gyorsabb az egyik, nem fog akadni a lassabb csoda. Ja igen, igen, tehát értem, hogy mondasz, hogy hiába megy, mert gyorsabban ugye a kocsi, de a lovasszekér feltart, és tudja, hogy 15 perc az éj. Mi a veszély? Mi van? Túl öreg? 15 éves, ez a mi a gyerek? Nem számít. Írja meg. Igen, értem, tehát arra gondolsz, ugye, hogy azért érdemes fejleszteni a gépeket, mert hiába gyorsabb az egyik fent, igen, fel fogja akadni a lassabb mögött. Így van. Már most ez megint üresen megy, szóval, de ide csak a teszt kedvéért vettem. Már a hetes úton is. Ezzel is mi a baj? Na, előregedett a jármű. De ilyeneket nekem nem mondjál. Mondom, nem érnek. De micsoda? Felesleges információkat miért mondom? Hogy jön az jó. 4 lóerős. Aha, tehát nem az a baj, hogy hangos, hanem amikor akkor engem nem lehet hallani.
Ó, srácok, ezt már nem cserélem le, ezt már megvárjuk, mit szóltok hozzá? Addig... Itt tudjátok, mit csináljunk? Villamosozzunk. Építek ide egy másik villamosút. Jól keresnek a villamossal az embereim? Villanyos. Ó, 28. Minden zöldben van, gyerekek. A vonat az mennyit hoz? 500 ezeret. Mennyien utaznak a vonaton? Hullon van az is. Király. Úgy szeretem. Az a baj, hajót nem lehet építeni, meg repülőt ugye, mert még ez kampány, de majd lesz olyan, és alig várom már. 4 lóerős. Ja, azt olvastam. Hát igen, 4 ló húzza, az 4 lóerős. Mennyi szén van. Teslának meg hordják, mint az őrül. Közben ide meg... Ide is került gép. Ugye a szenes kocsi, mikor ide beér... Ide beér, ugye ide behozza a szenet. Néha az felvesz egy-két gépet, amit onnan véletlen átlopnak. Azért került gép a széntelepre. Milyen érdekes, ugye? Tehát igen, ez nagyon jó, és köszönöm szépen, Gergely, még egyszer, hogy erre figyelmeztettél, mert ez komolyabb, összetettebb szállítmányozásnál, ez még bonyolultabbá tesz, és várod, hogy legyen cucc, vagy ugye pont ezen bukott el, lásd, meg is van a tanulság, pont ezen bukott el a Teslás szállítás, mert volt olyan madár, aki gépet hozott a szén helyett. Na, ennyit erről. És így nem lett meg a medál. Hát így ez a medál már nem lesz meg, tuti. Ezt meg nem tudom, mire kellett volna. Ez lehet, hogy... Hát elvileg behoztam neki a 100 szenet, csak az volt a baj, hogy közben volt... Hoztam izét is, az volt a baj. Egy-két gépet is hoztam Tesla bácsinak véletlenül. Hogy fejlődik a város? Itt pont most épült egy ház, itt is már kész az út. Gyerekek! Pittsburgh déli részén érdekel, hogy elavult a 15-ös úton a szekér. Érdekel, menjen, hajtsátok! Szóval Pittsburgh déli városnegyedében ingatlan helyek eladók. Itt már ki van mérve, a földmérő bácsi kimérte a földet. Lehet jönni. Ócsó, ne, ócsó, ócsó. Kertvárosba, házikó, ingatlan telek eladó. Hűvít a szél, ó, van más szél, mint az állat. Ez folyamatosan fullon van. Gondolom, innen nem mennek el a kocsik üreskét. Tenet visz. Az is szenet visz, jól van. Ütű. 1898-tól elérhető ez a bárka. Hát nem tudok vele mit sem, mert nem lehet hajóállomást építeni. Még úgy építenék, alig várom, hogy olyan küldi legyen. Akkor jó lesz. 78, gyerünk, termeljetek. Termeljetek, mint a szél. Mi nincsen? Megint deszka nincs. Megint a deszkás fiú. Jönnek már megint, jönnek a deszkások. Itt pörögnek, mint az állat. De ez miért megy nullával? De miért nulla loggal megy? Mikor itt van a sok log. Ja, mert ez a kék útvonalon hozza a... Fát, de hülye vagy, a plenkeseket kell nézni, Red. Na, a plenkes az jó van. Ó. Ja, még az a szerencse, hogy ezek még nem viszik vissza. Kíváncsi vagyok, hogy ezen a telepen mennyi plenk van már behordva a deszka mellé. Elvileg lerakodás nem volt, ugye azt mutatja. Elvileg itt nem raktak le, hát azért. Plenket nem hoztak vissza. Ugye ez is üresen jött. Így van, üresen jött, felveszi a logot, jó. Fejlődött ez is? Nem, ez tehát. De itt van annyi, mint annyi. 83 fok. Jól néz ki egy ilyen telep.
Oké. Milyen villamos jár? Hát, ez ilyen komoly. Most megint hangos lesz a villamos bicikli. Király vagy király? Nem lehet már jobbat venni? Nézzük már meg. 82, csak kész lesz már az a izé. Amíg nem lehet jobb villamost venni. Ezt nem lehet kalibrálni, hogy csak hölgyeket vagy urakat vigyen? Nincs olyan? Plank előtt mi az a plusz jel? Mikre gondoltál? Nézzünk egy plankest. Ez itt. Nem tudom. Refitable. Nem tudom. De ez mindenféle téma ott van. Az üresnél is ott van, az ájtmosnál. Tenesnél is ott van. Az a vonatnál... Úgy tank. Tartály, hangom. Nem számít. Megint laggol a hangom. Benny, ne izéljél már. Na, 99. Yes, megvan végre a 100. Jó, hát ugye elbuktam a izét. Ezt tudom, miért buktam el. Ugye kicsúsztam az időből. De hogy ez miért nem lett meg? Ez a szenes küldi, vagy ez más szenes küldi lett volna? Nem értettem. Na jó. Oké. Mióta vagy a live? Belevágjunk a harmadikba? Útira azt mondjátok úgyis, hogy igen, szóval. Folytatjuk. Hát, jobban sikerült, mint az egyes küldi. De... Lehetett volna még jobb. Mindjárt hármas küldi, mindjárt várj el kicsit. Hagyjál békén. Azt mondja, hogy settings, audio, és akkor lejjebb veszünk a hangeffekteken, hogy ne legyen olyan hangos, jó? Így, meg a master volumén is lejjebb veszek egy kicsit. És akkor már nem lesz olyan hangos. Igen, bele, persze. Hát én gondoltam, hát ebbe biztos voltam, de azért bátorkodtam megkérdezni. Kampány. Amerika. Na és akkor itt vannak. Panama csatorna. Itt is ötöt lehet megszerezni. Hol van, hagyjál béke, úgy sejtem a felét se. Oly, micsoda kis vízigőzös. Ez drága játék. 20 euró körül van most G2-en. Azt mondja, majd küldök Steamen kulcsot. Red, hova lehet? Kedves Máté, nem tudom, milyen kulcsot szeretnék küldeni, de nem kell. Tehát tartsd meg, nyugodtan játssz el vele. Nem tudom, milyen játékról van szó. De hogyha feltétlen ragaszkodsz hozzá, ez a majom pofázik bele a szövegembe, hogyha feltétlen ragaszkodsz hozzá, akkor megtalálod az e-mail címemet, vagy a Facebook linkemet a leírásban. Az e-mail cím mondjuk nincs ott, az e-mail címet a csatorna névjegyében találod meg, és akkor ott tudunk vele erről beszélni. De nyugodtan játsszál, te nem kell nekem küldeni. Nos. Nyilván itt is 5 medált lehet szerezni. Várjál. Várjál, várjál. Úgyse fogom érteni a felét sem. Azt mondja, hogy még President Preview 1924-ig 20 éve van befejezni a izét, csatornát kompletre. Jól értem. A bolon vagy, tehát 20 év alatt nem csinálja meg. De lehet, hogy nem az. Azt mondja, hogy
Nem értem. Itt is van valami doktor. Golden Frog. Mentsük meg az... Mi ez? Save the arany... aranybékákat. Mentsük meg. Megmentjük az aranybékákat. Jól van. Azon nem múlik. Landslide. Ezt nem igazán értem. Hát ezzel sem vagyunk előrébb. Kettő van belőle, mondja Máté. Jó, mondom, leírásban ott a Facebook oldalam, ott tudsz nekem üzenni, leírod, hogy miről van szó, és akkor megbeszéljük, jó. Na akkor, mi? Start mission. First of all, the workers we've enticed here from the nearby islands require supplies. They need wood to build primitive accommodations and enough sustenance so that they don't just keel over. Some of them look quite sick. Azt mondja, hogy bocsánat, belásítottam a mikrofonba. Central Warehouse and Colon. Az a Colon, azt előbb láttam, mint ott lett volna. Az nem Colon. Megyünk arrébb. Milyen város? Ez M vagy RN? M. Gamba, Gamboa. Igen, és ott van Colon. Kell csinálni Colonnal. Amúgy Central Warehouse, Colon. Ő az. Igen, és akkor ide vigyek be 16 búzát, meg 16 logot. Király. Búza itt van. A fa. Ez baby, 16-10. Or. Jó. Ide lerakok egy stationt kezdésnek. Egy teherdepó. De nem lehet nagyobbat? Mi nem lehet? A személyből lehet nagyobbat. Large meg. Jó. Teherdepó. Ide. Úgy. Fordítsad rajta. Így. 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 Király. Szépen csatlakozzál az úthoz. Hát, jól van így. És kell akkor egy ide. Pam param pam. Pam pam. Param pam pam. Jó, és egy kell ide. Ó. Szegény. Tegyük már, hogy hát valamennyi erdőt ki kell vágni, nincs mese. Nem, nincs mese. Vagy de ha ide teszem, ó, tök mint, hoppá, nem. Így, és akkor így. Így is úgy is kivágja. Meg ugye az lenne jó, még így is elfogadja. Minél kevesebbet kell menni a kocsinak. Ugye idő. Így is. Akkor be se kell, hogy jöjjön a kis utcába. Így, királyság. Nem sok idő, de az is időt. Jó. Akkor ide mellé lepattintok egy depót. Ilyet. Ez mi? Ja, hogy elektromos. Hát ide nem kell elektromos. Mert nincsen még. Jó, ez így. Zseniálisan néz ki. Akkor mit tudom, vegyünk egy pár kocsit ide első. Nem? Először csináljunk meg léneket. Takat, útvonal. Én. Igen. Innen. Ide. Az lesz a neve, hogy már most kapásból elkezdem átnevezni. Búza.
vagy lehetne gabona is, mindegy, búza. Sárga szín, az tökéletes, azt megvett. Jó. Jön egy másik új. Még pedig innen. Ugyanúgy oda. Jó. A zöld színe is jó, ezt is megvettük. Ennek az lesz a neve, hogy egyszerűen csak, hogy fa. Már is oké. A mutatvány. Ja, konkunsza. Konkunsza. Ja, jól olvast. Jó, és akkor vegyünk kocsit. Nem is tudom, mennyit vegyek. Ó, itt már van ilyen. Nyilván ilyet veszek, nem? Ilyen robogós. Egyértelmű, gyors. Ó, nézd, milyen király személy szállító van. 9-en már tudnak rajta kütyögni. Na, hülyeség befejezve. Jó. És frankon be fogom állítani, nehogy elvi. De várj, ez nem termel semmit, szóval nem fogja elvinni. Jó. Majd ide, ha ide jön valami, mert itt át. Ne, a deszkát. Jó. Oké. Red Pika a nevem. Oké, hát akkor most mondjam azt, hogy rövidítsd le, hogy azt lássam, mert látom, hogy iszonyat hosszú neved van. Árva Tuki Pikachu Assassin. Hát most, na, ebből honnan a kis ujjamból cipkázzam ki? Oké, megveszik akkor, hát mennyit vegyünk? Ilyet. De és akkor most kell konfigurálni, mielőtt megveszem. Oké, de ezt nem kell, azt beszéltük, jó? Akkor 5-öt. 1, 2, 3, 4. 5 járgányt megveszünk, és ez megy mind a búzára. Veszek még 5-öt, az meg megy a fára. Meg megy a fáért. Jól van. Be is indíthatjuk. Idő nagy kereki. Indult. Olyan lassan. De miért oda mennek? Ha bolondok vagytok? Mindegy, úgy sincs még ott elegendő termelés. Ott már van. Hát mehetnél itt érte. Most mind ide megy. Ne üljetek már. Forduljam a retekbe. Te is. Nézd, hát izé, bolondot csinál belőlem. Most ide miért jöttek be? Mikor mindig ez volt a kettes állomás. Mostanában nem tudom, megföltönk benne. De mind a két útvonalnál ez volt a kettes. Nem, ők bementek egyedül. Jó van, beindult a termelés. Ott is, szerintem itt is beindult. Micsoda motoros fűrész hang van. Azt mondja, hogy oké. Majd én megoldom itt a lapos elemér dolgokat. Semmi szükség arra, hogy ide jön. Az, hogy engem szid vagy belém köt, az rendben van. Én ugye kiteszem magam ennek azzal, hogy elkezdek stream. De az, hogy elkezdjük a másik nézőt, a másik kommentelőt zaklatni, meg keszegetni, gyerekek, az nem divat. Nem is lesz soha. Ennyi. És ez nem figyelmeztetés, nem 5 perc, ez végleges. Húzzál a pékbe a csatornámról. Ja. Na, újabb mutatvány. Időállj. Azért állítom meg az időt, mert ha tényleg 24-ig, tehát 1924-ig meg kell csinálni valamit,
Ez nem tudom mi ez. Én ezzel kész akarok lenni. No. Azt mondja, hogy deliver plank to, tehát szállítsak deszkát erre a három helyre. Oké. Okay. Először el kéne kezdeni gyártani deszkát. Oké. Okay. Nyilván. Az mi ott? Ide kell a deszka. Ezek lesznek valószínűleg azok a helyek. Van egy. A, igen, valószínű. Igen, ez a kettes. Az a hármas. Jó van. Akkor egy, kettő, ide, erre a három helyre kell deszkát hozni onnan. De először el kell kezdeni a deszka gyártást hatalmas ütemben. Tehát akkor ide leteszünk egy depót. Ott körbe fogja vinni. Jó, tehát akkor... Akkor ide, ha leteszem, az úgy nagyjából jó is lesz. Azért, hogy még elérje azt a izét, de érted. Amiről az előbb beszéltem, tudjátok. Annyival is kevesebbet kell menni a kocsin. Jó. És akkor amit ide hozza a fát, ezt beállítom, hogy nehogy elvigyen deszkát. Tehát csak logot vihess. Jó. Ide megint beállítok legalább. Beállítok ide is 5 kocsit. Mondjuk annyi nem kell, mert egy idő után meg lesz az a 16, ami kell. Mindegy. Csinálunk egy új utat. Jaj. Mennyi ideje megyünk? Mindjárt 2 órája live. Ezt megcsinálom, és akkor innen fogjuk majd folytatni szerintem. A New Lane. Innen. Ide. Hát a színed legyen valami más szín, mert az előző is, az előző fa is ilyen zöld. Végül is lehet, csak átírjuk. Mire írjuk át a nevét? Azt mondja, hogy fa, kötőjel, deszka. És tudom, hogy a fától a deszkáig út. Ez az az út. A zöld színe meg maradhat. Nyomunk egy Entert. Jó. Ide még felveszünk ilyen járgányt. Ami... Ja, inkább így beállítom, hogy ne vigyél a deszkát. Ami csak logot fog tölteni. Log. Így van. Veszek ebből is 5-öt. 1-2-5. Mehetnek a deszka. Na és akkor... akkor az a plusz jel. Oké. Okay. Na várjatok, akkor viszont... Mi az, hogy olaj? Mi van? Hát ezt nem vágom most. Az miért van azon olaj azon a kocsi? Hogy miért írja? Nincs rajta semmi. De miért írja, hogy olaj? A nagyobb depót rakod, nem jobb? Ja, hogy ide már lehet, hogy a nagyobbat kellett volna. Vagy oda is a nagyobbat rakni? Na, jókor gond kérdezel rá, Lucy. Lucy, igen, de... Igen, nem ártott volna nagyobbat. Főleg ugye, hogy elég sok kocsi fog járni benne, akkor nem várakoznak egymásra, hanem akkor mellé tud állni, egyik a másik mellé. Na mindegy, de ezen miért van... Ez miért írja, hogy olaj? Olaj. Fuck, man.
amiket most vettem, az be van írva, hogy log. Aha. Na erre kíváncsi vagyok, hogy ez feltankol itt. Gyerünk. Tehát elvileg fel kell, hogy tankolj, nem? Na nézzük. De ez hogy került erre? De nem állítottam be semmit, tehát ugye automata volt. Ja, az kapásból volt ott az az oil, tehát automatikusan az volt lehet az első a listába. De addig, amíg nem veszik fel az első cuccot, addig, de mind veszi fel a fát. Az is felvette. Igen, és ugye kicsi depónál ez a baj, hogy vár. Haladjál, megetetted a lovakat, menjél. Lovakat, hát ez már gőzgép. Ez mire várod? Jó, mindegy, így legalább lesz egy rendes távolság egymás között, ami úgyis kialakul egy idő után. Igen, igen, valószínű az, hogy automata kiasztás miatt a legelsőt írja oda. Tehát automata, és hogy olaj a legelső, már rájöttem. És utána, amit felvesz, ugye mindig az lesz. Na mindegy, közben eljöttek, jönnek a sima logos kocsik is, és elvileg itt be fog indulni a gyártás. Jó, és akkor utána innen fogjuk folytatni, srácok, ugye az egyes, kettes és a hármas helyre majd szépen elkezdjük, megállítom az időt. Valami megint felugrott, valami úgy tudtuk. Itt vannak az arany, aranybékák megmentése. The more damage we cause to these areas, the faster the golden frog's chance of survival will fall. We can counteract this effect through reforestation. No. De látom, akik OpenTD-n nőttek fel, azok most már tudnak programozni. Szervusz Bálint. Igen, hát sokkal szebb játék, mint az OpenTD, TTD, de igen. Na jó, ezt majd meg átnézzük, hogy hogy kell megmenteni. Azt mondja, hogy menj meg a békákat. Space Habit. Na mindegy. Mi van ezekkel a zöld körökkel? Ja, nyilván itt kell megmenteni a békákat ezekbe a zöld körökbe. Ja, valószínű. Oké, majd ennek utána nézek, hogy hogy. Van itt bőven. 1, 2, 3, 4... A béka mindenit? A zöld békák? Vagy az arany békák? Jó, csinálunk egy mentést, fiúk, lányok. Év. Ez a 3-1 lesz. Így. Ez a 3-1. Vagy pont 1? A 3.1 lesz. 3.1. Év. Itt fogjuk folytatni, ugye ahogy mondtam, ki kell építeni 1, 2 és 3 telepet, és ide hordani kell a deszkát. Nyilván az út ki van építve. Ennyi. Egyébként nagyon vicces, hogy lovak vannak egy teljesen új épületben. Ezt hogy érted, Vence? Nem tudom, mégre gondolsz. Na mindegy. Lehet meg. Itt is beindul a termelés, hogyha jön majd a deszka, akkor jó lesz. Királyság lesz. Ide már már 3 búzát behoz. Gabonát. Kukurikú. Ezek jók ezek a hangok. Ez a fűrészüzemes is tetszik. Ja nem, ez a fakivágós, ez a fűrészes. Jól van. Nos,
Akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Remélem tetszett. Akkor itt fogjuk folytatni legközelebb. Ma még lesz Conan este később. Köszönöm szépen a figyelmet, addig is vigyázzatok magatokra, legyetek jók, sziasztok!